A keleténél jóval több csapadék is hullott az elmúlt 2-3 hétben Tokaj hegyaján, a szőlős gazdák szerint több esőre már nem is lenne szükség. Ezt mondja a Sárospataki hegyközség elnöke is, hozzátéve, hogy talán még egy permetezési fordulóra szükség lesz. A Sárospataki hegyközség területén is akár a múlt hetet tekintve a 40 mm-es csapadékmennyiség is megfigyelhető volt egyes dűlőkben, ami igazából azt eredményezi, hogy a bogyók rendkívül megtelnek nedvességgel. Ez olyan szempontból lehet egy kicsit veszélyes, ugye vannak fajták, mint például a furmint, vagy adott esetben a muskatáj is, amely kicsit ugye már korá előrébb jár a fejlődésben, hogy megrepethetnek a szemek és a bogyóhéjon lévő fertőzések, gombás betegségek nagyon gyorsan elszaporodhatnak. Ugye a lisztharmat nyomás főleg ebben a meleg csapadékos időszakban rendkívül erőteljes, oda kell figyelni a peronoszpórára is, és hát most vannak az utolsó fordulók a permetezésekben, vagy már valaki túl is van rajta. Illetve hát beszélgettem egy szülészekkel, akik mondták, hogy hát nem terveztek, de sajnos mi muszáj lesz még egy fordulót beiktatni, annak érdekében, hogy meg tudják védeni igazából a termést. Bár még van ideje érni a szőlőnek, a szakember szerint a 2013-as évhez hasonló jó évjárat alakulhat ki. A szőlők többség azért egészséges, és a gazdák meg tudták védeni a termést. Egy-két helyen volt, ugye jelentettek már a borvidéken erősebb lisztharmas nyomást, de én úgy gondolom, hogy a gazdák többsége 90% felett azért én úgy gondolom meg tudta védeni a termést, úgyhogy én bízom benne, és nagyon bizakodó vagyok, hogy jó minőségű bort tudunk születelni ez éven is, és hát nagyon reménykedünk, hogy 2013 követően egy újabb jó asszus évjárat lesz majd itt a tokaji borvidéken. A Sárospataki hegyközség elnöke azt mondta, kellően napos száraz időben, augusztus végén, szeptember elején akár el is kezdődhet a szület a korai fajtáknál.